Miért? Semmiért. Szerdán, nem szerdán, a mikor 22-e? Pénteken. Az avatás? Szombaton. Elnézést. Már úgy kavarodnak ezek miatt az ünnepek miatt a napok. Ott voltunk, aki ott volt, itt gondolom sokan voltak ott. Éreztük azt, hogy jönnek a rendőrök. Betörnek a rendőrök. Mint negyedik Béla szekértábor csináltunk a buszokból. Ő is felépítette a hazát, tehát hiába az első egykap vereség volt, de utána felépítette az országot, ma mi is ezt tettük. De ott éreztem azt, hogy sokkal könnyebb volt 1956-ban a helyzet. Mert egész más úgy vágja az ellenséget, hogy fegyver van a kezemben. Mint kiszolgáltatottan, fegyver nélkül, ő kezükbe megy ugye fegyverre. Hogy ilyen légkört lehet teremteni a magyarnak a saját hazájába. Olyan, hogy Gönc mellett van falu, ahol a gazdag ortájának a kapujába azon meditál, hogy el kellene menni a nyugdíjért. Ezt mindig elmondom, mert megkönnyeztem. És áll a kapuba, és azon gondol, ha elmegyek, akkor kirabolják a lakásomat, és elviszik a tyúkjaimat. De úgy egyébként, ha fölveszem a pénzt, jobbik eset, ha csak belöknek az állóba, úgy veszik el, nem összerúgdosva eltörik egy-két bombának. Lehet maguk szerint így élni? Mert én szerintem nem lehet így élni. Hát a török időkben nem élt így a magyar. Na ezen is változtatni fogunk. A pozitív diszkrimináció a kisebbségek felé meg kell szüntetni. Az a kisebbségi tag, aki tisztességesen akar élni, dolgozni és tanítatni a gyerekét, az a mi barátunk. De aki nem így működik, az nem wellness színvonalú börtönbe kelljen, hogy kerüljön. Én azt gondolom, hosszú távon biztos van számunkra megoldás. Nem lehet az, hogy egy nép, ami annyit küzdött, aminek annyira olyan méretű hazaszeretete, olyan annyira erősen működő hazaszeretete van, mint a magyar, hogy hosszú távon lehet, hogy sok harcára meggyőzöm. Ez lehet ez. Csak azt merem mondani önöknek, hogy ebben az országban annyi ilyen, mint Magyargárda, lovasígyász, ilyen konzervatív kör, olyan hagyományőrző, és hadd ne soroljam, rengeteg ilyen szervezet létezik. Kisebb, nagyobb eredményességgel, méretben, stb. De mindegyik egy célért, a hazáért, a nemzetért. Merem állítani, hogy a volt többi összesen véve szocialista országban együtt véve nincs annyi, mint nálunk. Mit mutat ez? Végre van magyar nemzeti tudat. És az, hogy amit az előbb elmertem önöknek mondani, hogy akár 80 vagy több, de mindenképpen második előként jelenlévő jobbik a parlament, de jövőre létre fog jönni, ez velőtrázó frászsal tölti előket. Azért van minden a gárda ellen, mindenféle mocskolódás azért van, és még lesz is sok jobb ilyen. Hogy nehogy bekerüljünk a parlamentbe. Be fogunk kerülni. Igényben. Meg fogjuk oldani azokat a problémákat, amit nem tudnak, mert nem is akarnak megoldani. Magyarországon nyugalom lékekkel, ahogy a Künde mondta, valóban én 16, tehát a legfiatalabb korosztály 56-osra vagyok, aki 16 éves voltam 1956-ban. És már ugye 70 felé tántorgok, nem létezik azt, hogy még mindig partba kell állni. De igen, létezik. De vállaljuk, szerintem sokan vállaljuk. Minden Mária tudom, hogy vállalja. Sőt, Regészi Magyira is, aki 83 éves. Tehát én azt gondolom, hogyha olyan biztató kép van az egész országban, mint itt most is, hiszen annyi fiatal van, annyi egészséges, jó, kiállású magyar ember, akkor mi így győzni fogunk, higgyék el. És ha már a Sanda Ipsos, mert én csak így hívom őket, a Sanda Ipsos is 14-15%-okról beszél, akkor én biztos vagyok abban,
hogy per pillanat már 25% környékén vagyunk. Köszönöm, hogy megtaláltam.